Dicsértessék a Jézus Krisztus 2024. április 19-e van, és Ráfael főangyal szín és fény csodáját láthatjuk ezen a rövid videóban, snit videóban, aki érkezik, akkor a jobb oldali videó jobb oldali lévő három pontra menjenek majd rá, és ott a három pontról leírásra, és ott láthatják még a Jézus és az angyalok által elbízott üzeneteket, és szín és fény csodákat láthatunk itt a videó felvétel közben. Jézus dicsőséges második évetelek alkalmából, Jézus dicsőséges szent második évetelek alkalmából világítanak máshogy a gyertyák, és nyújtózik fel az oltári szentség a Szent Szakramentum tetején lévő kereszt, és itt még most nem forgott az a Krisztus szent teste a Szent Szakramentumban. Az előző videóban nagyon láttam a forgását, és nem csak a oltári szentséget, hanem mindenhol máshol megkapjuk a szentség éménes kegyelmi eddéket, és nem csak a oltári szentségben, hanem mindenhol máshol. Ezt túlmentem, nem tudtam hirtelen ezzel neked hozzánom, erre kaptam ezt a fénycsodát. Piros lett a háttér, itt le is fényképezem. Piros lett a háttér, gyönyörűen égnek a gyertyák, és tehát nem csak oltári szentséget, hanem mindenhol máshol úgy imádkozhatunk, mintha oltári szentséget lennénk, mintha Krisztus teste előtt lennénk. Mindenhol elmondhatom Jézus, és az angyalok bíztak rám a tőlük kapott üzenetben, hogy mindenhol tehát, hogy mindenhol lehet mindenben Krisztus teste olyan, tehát mindenhol imádkozhatunk, úgy, mintha oltári szentsége előtt imádkoznánk, és tehát mindenben Krisztus teste olyan. Ezt úgy bízták rám üzenetben Jézus és az angyalok, hogy mindegy hittétreként, hitigazságként írhatom le, mondhatom le másoknak, le is írtam már a tanulságtételbe, hogy majd dél-afrikai köztársaságba szeretnék vinni, és angolul írhattam le. Ezt először, hogy hittételként, ezt lehet, hogy először jó magyarul írtam be a tanulságtételbe, hogy Jézus és nagyon bíztak rá, hogy írhatom azt, hogy ez egy hittétel, hitigazság, hogy mindenben Krisztus van jelen, tehát nem csak az oltári szentségben, nem csak a fűben, nem csak a fában, nem csak a fényben, hanem mindenben, tehát ha kint vagyunk a híven, akkor is úgy vagyunk ott, mintha Krisztus lenne előttünk, és nem csak azért, mert ő mindannyiunkban benne van, hanem mint a levegő részecskékben is ő van benne, és itt látható csodák is igazolják ezt, hogy mozognak a gyertyák, mozog a Szent Szakramentum tetején lévő kereszt mutatik felfelé, és már fordult a Szent Ose és Krisztus Szent Teste, és szentmiség és szentségimádások nélkül is megkapjuk a szentmiség és szentségimádások kegyelmi ajándékait, mindezeket Jézus dicsőséges második helyvételek alkalmából bízták rám üzenetben Jézus és az angyalok, mert úgy bízták rám az üzenetet Jézus és az angyalok, mint ahogy a szűzanya bízza azokat a medzsugorjai látnokokra, a medzsugorjai szép szent látnokokra. Erre most a Krisztus teste mozog a oltári szentségben, megy felfele az oltári szentségben, és az oltári szentség csodájaként definiálhatjuk ezt a kegyvideót. Minden, nem csak egyházi imádkozású tárgyak, és nem csak tárgyak, hanem minden megkapta Jézus kegyelméből, aki egy előtagot megkapott, ez azt jelenti, hogy mindazokat a csodákat, amik, erre most lett is egy fény csoda, és közben, amikor mondtam, hogy megkapjuk a szentmiség, szentség, imádások, kegyelmi ajándékait, anélkül is, hogy részt vennénk ezen, és ezt Jézus dicsőséges második évetének alkalmával mondhatom, és azért is, mert hogy mindez elég, mindezek a kegyelmek elegek ahhoz, hogy Jézus dicsőséges második évetre megvalósul, és ahhoz is, hogy az ő szent akarata valósul meg a mi, és nem csak a mi, hanem ismerőség, családtagjaink, barátaink, rokonaink életében, és tehát azokéban is, és azok is megkapják ezeket a kegyelmi ajándékokat Jézus szent szívének rendszeres kegyelmi ajándékokat, amiket rám bízott, amit rám bízott, amikről írhattam már, hogy nem csak, tehát nem csak a hívők, hanem mindenki, aki nem hívő, aki soha nem volt templomban, akiért nem imádkoztunk ereket, akik nem, akikhez nem jutott el a hívószó, az örömhír, Jézus szava, az örömhír, akikhez nem jutott el az evangélium hívószava, azok is megkapják azokat a kegyelmek, amiket elegen Jézus dicsőséges második éveteléhez, és ahhoz, hogy Jézus szent, örvénylő, dicsőséges, örömteli, rózsás, pálmafás, szép, szent akarata valósulhasson meg mindannyiunk életében, az egész világon. Isten, tiéd a dicsőség és hatalom, hogy ezt elmondhatom. Jézus, te vagy a nagy király, amen, állulja, amen, állulja, közben szín és fénycsodákat láthatunk, térdel változott a fény, és ez Ráfael fiangyal szín és fénycsodáig igazolták mindazt, hogy igaz volt, amit most elmondhattam Jézus kegyelméből, amen, állulja, amen.